A külügyi kapcsolatokban szokatlanul kemény vádakat fogalmazott meg a román fél irányába Szijjártó Péter az RDTV-nek adott exkluzív interjúban. A magyar külügyért az úzvölgyi katonatemető körül kialakult konfliktussal kérdeztük. Magyarország szeretné, ha az elmúlt időszakban komoly feszültséget jelentő úzvölgyi katonatemető a magyar oldalról kezdeményezett szakmai tárgyalásokat nem gátolná és nem késleltetné a román kormány, és megfelelő partner delegálna ezekhez. Ezt Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter mondta, aki aradi sajtótájékoztatója után exkluzív interjút adott az Erdély TV híradójának. Ha a kölcsönös tiszteletre tudnánk alapozni az együttműködést. A magyar külügyér azt mondta, főleg azt várják el a román kormánytól, hogy akadályozzák meg a további provokációkat. Ezzel a román nacionalisták október 25-ére meghirdetett Úzvölgyi megemlékezésére utalt. A külügyminiszter elmondta, nem érti, hogy a román fél miért halogatja a szakértői megbeszéléseket ebben a kérdésben, hisz ezek megnyugtató megoldást nyújthatnának a kérdésre. Az, hogy a román fél ezt folyamatosan halogatja, ez, ez azért a jó szándékot némiképpen sajnos megkérdőjelezi. Mert nem pontosan látom, hogy mi okozhatna ilyen bonyolultságot. Hát, el kell küldeni azt az öt szakértőt, vagy nem tudom én hányat, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azt össze kell ülniük. Hát ezzel sem politikailag, sem szakmailag, sem logisztikailag nem tűnik válhatatlan vagy, vagy végrehajthatatlan kihívás. Az úzvölgyi katona temető ügye azok után vált konfliktus forrásává, hogy a dormánfalvi polgármester engedély nélkül román hősök emlékét idéző betonkereszteket és emlékművet emelt a helyszínen már létező magyar katona sírokra. A helyzet akkor vált robbanás veszélyessé, amikor a sírgyalázást megakadályozni akaró magyar élőláncot, fociultrákkal megerősített román nacionalisták erőszakkal áttörték, törtek zúztak a helyszínen. A helyzet rendezésére magyar román szakértői tárgyalásokat kezdeményeztek, a szakértői küldöttségeknek szeptemberben a helyszínen kellett volna szemlét tartaniuk, ezt azonban a román fél kérésére október végére halasztották.